Munkaterv szerint tartotta ülését a képviselő testület november 13-án. A délelőtt 9 órától délután 4 óráig tartó értekezleten a pénzügyi gondnokok és a két szakértő ünnepélyesen elbúcsúzott a testület tagjaitól, hiszen munkájuk Tiszafüreden befejeződött. Az első napi rendi pont az önkormányzat első, második és harmadik negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató volt. Az intézmények vezetőitől a továbbiakban is szigorú takarékosságot várnak el, hiszen a hiány még mindig 170 millió forint. A második előterjesztés a 2014-es évi költségvetési koncepcióról szólt. Bár Pintér a polgármester figyelmeztette a képviselőket, hogy ezek csak irányelvek a későbbi tervezéshez, a testület tagjai egymás után sorolták azokat a fontos feladatokat, amelyek megvalósítását halaszthatatlannak tartanak. Egy régóta húzódó ügy, a Tiszafüredi ifjúsági fúvózenekar fennmaradása is szóba került ennél a napirendnél. Az iskola fenntartásáért felelős Klébelsberg intézményfenntartó központ két érvet hozott fel arra, hogy nem az ő feladata a zenekar működtetése. Leírták, hogy ugyan átvették Tiszafüredtől a Fekete László Zeneiskolát, de annak alapító okiratában nem szerepelt az ifjúsági fúvózenekar működtetése. A másik érv az volt, hogy a zenekar közművelődési és nem oktatási feladat. Pintér a polgármester elmondta, hogy a múlt év decemberében megkötött megállapodás melléklete tartalmazta a zenekar működtetését. Többen mondták el véleményüket, de abban egyetértés volt, hogy a városnak szüksége van a fúvózenekarra. A képviselők támogatták az Ifjúságpolitikai Bizottság javaslatát, a zenélő gyermekekért alapítvány készítsen egy költségvetést a zenekar működtetésére, a szükséges összeget az önkormányzat 2014-es évi költségvetésébe betervezik, és az alapítvány számára támogatásként utalják át. A negyedik napi rendi pont után két órás zárt értekezlet következett, ahol öt témában születtek döntések. Délután váratlan vendégek érkeztek, ekkor a tanácskozó terembe. Piller Zsuzsa és Szatmári Tibor pénzügyi gondnokok, valamint dr. Hutter Brigitta és Rácz Irén. A szakemberek búcsúzni jöttek, hiszen az adósságrendezési eljárás lezárultával az ő megbizatásuk is megszűnt. A nyilvános ülés hatodik napi pontja a Benedek Gábor városi sportcsarnok használatáról szólt. A testület arról döntött, hogy a következő évi költségvetés megalkotásáig van ingyenes használat. A következő évi igényeket még ebben az évben el kell bírálni. A testületi ülés végén a képviselői interpellációkra került sor. Bíró Mihály egy megszüntetett Tisza örvényi autóbusz megálló ügyében, Vargáné Balogirén a Széchenyi kert kátyúzásáról, a csapadékvíz elvezetés tervezési hibáiról, Ruskó László kátyúzásokról, balesetveszélyről, a buszmegállók mellől hiányzó szemét tárolókról, Pecelászlóni egy balesetveszélyes árok ügyében szólt. A képviselők nem hagyták szó nélkül azt az elmúlt napokban érezhető förtelmes szagot, amely a szennyvízi kihordása miatt keletkezett. Polgármester asszony elmondta, hogy ennek a helyzetnek az elsődleges oka az, hogy a tisztító telep mellé nem épült meg a szennyvíz komposztáló, tehát az iszapot a város melletti termőföldekre tudják kihordani. A szolgáltató a Tiszamenti Regionális Vízművek betartja a jogszabályokban előírt határidőt, tehát 48 órán belül beszántásra kerül az eltérített iszapréteg. Egyelőre annyit lehet tenni, hogy megkeresik a szolgáltatót, hogy a beszántás minél hamarabb történjen meg. A tervek szerint a következő testületi ülést még ebben a hónapban fogják összehívni.